Rendhagyó módon indult a hét a Petőfis diákok számára Ménfőcsanakon. Ekkor nyitották meg ugyanis azt a projekthetet, amit pályázaton nyert forrásból valósítottak meg az intézményben. A Fény éve fantázia nevet viselő tematikus hét célja, hogy színesebbé tegye a tanulók hétköznapjait. Azt gondolom, hogy tanulni nem csak a hagyományos keretek között lehet, tehát tanóra keretében, hanem ezekkel az úgynevezett korszerű tanulás eljárási módszerekkel is. Kicsit a mindennapokat megszakítják, változatosabbak, sokkal inkább motiválják a gyermekeket és tevékenységközpontúak. Első évben történelmi játszóház volt, a tavalyi esztendőt az idegen nyelveknek szenteltük, ezt az évet pedig a természettudománynak. Az intézményvezető hozzátette, nagyszerű fővédnököt sikerült találniuk dr. Józsa János személyében. A Budapesti Műszaki Egyetem jelenlegi rektora a Csanaki iskolában tanulta meg a jó alapokat, így pozitívan emlékezett vissza az itt eltöltött évekre. Ami fontos, hogy egyfajta magabiztossággal csinálta az ember végig. Komoly tanárok voltak itt, komoly osztályok voltak. Ha megszólaltunk, akkor akartunk mondani valamit egymásnak. Ha nem akartunk mondani, akkor nem szólaltunk meg. Ez még fokozottabban volt így a Révei gimnáziumban, és ahogy vissza-vissza nézem magam videófelvételeken, ez a fajta magabiztosság, hogy az ember úgy észérvek mentén egyből megmondja a tutit, ennek van egyfajta érvényesítő ereje. Dr. Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere szerint komoly felelőssége van az önkormányzatnak abban, hogy a győri gyerekek megfelelő oktatásban részesüljenek. Ezért próbálnak pályázati úton minél több pluszt adni az intézményeknek. A Petőfisek igyekeznek minden lehetőséget megragadni. Minden pályázatot megragadnak, ugyanis például most ez a Fény éve szerintem pluszot fog adni a gyerekeknek, részben, hogy egy ilyen mozgóplanetárium költözött le. Nem csak fizikai szempontból fogják a fényt vagy a fénytan tanulni, hanem plasztikus képekkel fogják kiegészíteni. És ez lehet, hogy valaki nem lesz fizikus, vagy nem lesz műszaki ember, de valahol benne marad ez, és ez az általános műveltségét is növelni fogja. A diákok számára minden tanítási nap izgalmasnak ígérkezik, hiszen az iskola tanárai színvonalas előadásokkal, érdekes társasjátékokkal készülnek. De minden bizonnyal a Szegedről érkezett mobil planetárium lesz a legnépszerűbb látványosság.